Szeretettel köszöntöm nézőinket a 7.tv kikötő című műsorában. Egy-egy műalkotást vizsgálva mindig fontos pont az alkotó személye, akit nem lehet leválasztani a műről. Igaz ez fizikai és lelki értelemben is. Kreativitás, alkotás, hit és örökségek. Erről beszélgetünk a kikötő mai virtuális vendégével, Pajor Tamás, dalszerző prédikátorral. Köszöntelek, Tamás, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket. Én is köszönöm, és köszöntöm a nézőket. Hát mindenek előtt egy idézettel indítanék, ami tőled származik, és ezt olvasni fogom. Nem hiszek a kultúra messianisztikus voltában, az emberi műalkotás létgyógyító erejében, hanem abban, hogy Jézus a messiás, a gyógyító, a szabadító. Ennek bizonyítéka vagyok, és akarok lenni mindig. A képességek pedig, ha adottak, álljanak hát annak szolgálatában, aki méltó arra, hogy szolgáljuk. Ezt 2007-ben írtad a Kötetlen kötet előszavában, és hát ez egy meglehetősen karakteres arszpoétika. Mi vezetett el téged ehhez a megállapításhoz? Hát az ember életútja az egy nagyon sok eseményből, esemény sorozatból álló pálya, és nekem bőven volt okom azt, hogy arra, hogy 2007-ben, vagy akár többször is az életemben ezeket a gondolatokat fogalmazzam, mert most is így gondolom, azért hozzáteszem, hogy most mintegy 13 évvel később egy kicsit árnyaltabban látom, azért sok minden természetes dolognak is szerintem lehet gyógyító hatása, egyebek mellett a művészetnek is. Nem véletlenül van olyan foglalkozás a pszichológiában, hogy művészetterápia, és hát lehet nem csak az alkotóra gyógyító hatással, mert tulajdonképpen ez így döntő cél lenne, hanem a befogadókra is, a nézőkre, hallgatókra is. De természetesen ennek megvannak a korlátai, de továbbra is azt vallom, hogy az ember egésze számára alapvetően csak a teremtő és a megváltó tudja megadni a gyógyulást és a szabadulást, és erről valóban egy hatalmas bizonyíték az életem. Tekintettel arra, hogy 1980-ban, miután megalapítottuk az egyik első magyar punkzenekart, az akkori barátaimmal, egy nagyon zúzós, züllött, tulajdonképpen egy angol kifejezésről élve junkie, vagyis egy lepusztult drogos életvitelbe lavíroztuk magunkat, miközben az egészet áthatotta a korabeli underground művészvilágnak a milliója, szellemisége, és aztán ennek az egésznek az lett a folyamata, hogy egy filmbe torkollott, amelyet Szantusz János rendezett, és végül Rockpirítő címmel került a moziba, ennek én lettem a főszereplő, és a film közben, amely egy fél évig állt a forgatásra a financiális okok miatt, történt meg az én megtérésem, és a film vége ezt rögzíti, és utána kezdődött egy teljesen új élet, egy új fejezet bennem, és ezért állhatok ma is itt, és ezért élek egyáltalán, mert biztos, hogy már régeség nem élnék, ha az Úr nem ment meg, és ezért ma is, és most is továbbra is vallom, hogy igen, Jézus a gyógyító és a szabadító. Mindazáltal a művészet is egy nagyszerű eszköz arra, egyrészt, hogy erről beszéljünk, hiszen ha végig gondoljuk akár csak a művészet történetet, azért a domináns része, most leszámítva elmúlt néhány évtized posztmodern korszakait, azért az evangélium jegyében fogant, illetve az, hogy művészet létezik, hogy az emberi kreativitásnak tere van, az is mélyen összefügg a bibliai kultúrával. Tehát azért is adott, hogy a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás a Biblia kapcsán beszéljünk a művészetről, mert a Bibliában van leginkább megfogalmazva az, hogy az ember szabad akarattal bír, az, hogy az ember Isten képére lett teremtve, az, hogy a mindenség teremtője egy ilyen csodálatos, sokszínű és milliárd arcú világot teremtett, amely messze túlmutat a haszonelvűségen,
Ebből láthatjuk, hogy Isten maga is művész, hiszen nem csak annyit teremtett, amennyi éppenséggel kellett a létezéshez, bár ez is abszurdum, ugye bár, mert semmi se kellett, mert Istennek nem volt szükségszerű a világot teremteni, de ha már elhatározta, hogy teremtett, teremthetett volna egy sokkal funkcionálisabb, egyszerűbb világot is, nem így lett, hanem ma is a tengerekben, a Földön, az égen és az univerzumban lévő megszámlálhatatlan millió, milliárd, trilliárd teremtmény sokassága hirdeti azt, hogy Isten a legnagyobb művész, és minket pedig a képére alkotott, úgyhogy mi is lehetünk művészek. És az egyénnek ez az individuális szabadsága, amely egyetlen egy más hitvilágban sem lett így megfogalmazva, ez markánsan benne van a Bibliában. És hát említettél fontos dolgokat, egészen konkrétan azt, hogy annak idején a 80-as években, hát a Neurotic zenekarról beszélünk, elkezdtél egy, mondjuk így, hogy életművet építeni, vagy legalábbis most retrospektív ezt mondhatjuk, aztán pedig igen, történt valami, ez volt maga a megtérésed, és addig szószólója voltál egy nemzedéknek, talán mondhatjuk így, megtérésedet követően pedig egy teljesen más nemzedéknek lettél a szószólója, ugyanakkor a korábbi nemzedéket felé is visszaszólsz, és visszabeszélsz hozzájuk, nem feleselésre gondolok, hanem az evangélium átadására, ami hát a művészetedben, a te alkotásaidban azóta is benne van és jelen van. Mit jelentett a megtérés a te kreativitásodnak a formába öntésével kapcsolatban? A megtérés az egy olyan alapvető fordulat az ember életében, amely mindent kicserél, mindent felforgat, mert csak így hiteles. A megtérésben az ember az életét visszaadja Istennek, tehát lemond önmagáról, ahogy Jézus mondja, hogy aki megtartja a maga életét, az elveszíti, de aki elveszíti értem, az megtartja, az megnyeri, az megszabadítja. Tehát a megtérésben megszűnik a úgymond művészi én, tehát megszűnik a külső szemlélő, ott nincs megfigyelő, ha csak nem maga az Isten, de ő sem az, mert ő is átadja magát annak, aki megtér hozzá, mint az atya a tékozló fiú történetében, ő maga sietett a tékozló fiú elé és nyakába borult. Tehát a művészet elvárásai és koncepciója és világszemlete alapján a megtérés nem értelmezhető, de ez egyáltalán nem is baj, mert itt nem azonos univerzumokról beszélünk. A megtérés az a spiritualitás valóságában történik, a szellem birodalmában. Nem mondom, hogy a művészet nem nyúlhat bele ebbe, de a művészet feltételez egy megfigyelőt, aki alaposan szemügyre veszi a valóságot, vagy anélkül, hogy alaposan szemügyre venné, így dekódolódik benne, és utána ezt ábrázolja. A megtérést persze számos műalkotás ábrázolta, de ez már egy inkább másodlagos megfigyelés. Akivel megtörténik, az maximum utána tudja ezt leírni, akkor a megkérés lényegéből fakadóan mindent fel kell, hogy adjon. Magát a művészetet is, magát a megfigyelést is. Én nem tudok úgy megtérni, hogy közben azt figyelem, hogy hogy reagálok én, hogy reagál az, aki például az evangélium hirdeti felém, hogy ott nem megfigyelő vagyok, hanem 100%-ban átélő. Én ott megsemmisülök, megszűnök, meghalok és föltámadok. És aki meghal, az nem képes a saját halálát rögzíteni, meg a feltámadását sem. Szóval így voltam én a megtérése. És persze utána az ember ezt szintén feldolgozhatja művészként is, de a megtérésnek elsőbsége van, mert sokkal fontosabb az ember, mint a róla szóló műalkotás. Sokkal fontosabbak vagyunk mi, akik az Isten képmásai vagyunk, mint a műalkotások, amelyek
úgymond a mi képmásai. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a megtérés az egy identitás váltást jelent, ahogy te is mondtad, a spirituális térben történik ez meg, miközben ennek azért vannak folyamányai a fizikai valóságban is. Mit hagy itt az ember, ezt a kérdést tetted föl a Föld Hotel című dalodban, és tulajdonképpen megállapíthatjuk azt, hogy mindannyian örökséget kapó és örökséget hagyó emberek vagyunk, és amellett, hogy dalszerzőként, prédikátorként rengeteg embert elérsz, elértél eddig is, férj vagy és édesapa vagy. Hogyan látod az örökségekkel kapcsolatban, mi az, amit át tudtál adni a gyermekeidnek, amit mindenképpen át szerettél volna adni a gyermekeidnek? Hát nagyon érdekes kérdés. Én leginkább azt adtam át a gyermekeimnek, most már mindegyikük felnőtt érett ember, amit nem is feltétlenül szándékoztam átadni. Tehát gondolok itt most első körben a természetes adottságukra, szóval mindegyikük magas szinten alkot a művészet számos területén, sőt mondhatni ezt nem is, ezt egyáltalán nem akartam átadni, mert tudom azt, hogy a művészeti alkotással járó lelki terhek és életmód az egy nagyon megterhelő és nagyon fájdalmas és töredezett, lelkileg töredezett pálya, pontosan azért, mert a megfigyelés és az élmények sokkal intenzívebben, szenzitívebben, mélyebben vésődnek bele az emberbe, és az ember sokkal drámaiban él át dolgokat, mint mondjuk a ilyen adottsággal kevésbé rendelkező emberek. Tehát ezt nem igazán akartam átadni, de mondjuk úgy, hogy valahogyan átadódott, és azért azt látom, hogy ez mégiscsak egy generációs áldás, mert nagyon sok embernek áldás, amit a gyermekeim csinálnak ki a maga területét. Amit tudatosan akartam átadni, az is hála Istennek sikerült, és ez pedig a hitem, a Mesiásba, Jézus Krisztusba vetett hitem, a Biblia szeretete és ismerete. De ezt sem úgy sikerült átadnom, nem azzal az akarat átviteli energiával és impulzussal és tudatossággal, ahogy én azt akartam, hanem ez is inkább csak átadódott, és ebben látom az isteni kegyelemnek a működését, hiszen igazából ezt nem is lehet átadni emberi képességekkel, ennek ellenére jó, ha az ember próbálja, mert valahogy a kegyelem kicselezi, most a szó legjobb értelmében, az embert is átadja a Biblia szeretetét. Ugye Ábrahámról is az van megírva, hogy azért tartotta Isten barátjának, mert azt mondta magában Isten, hogy tudja, hogy Ábrahám megparancsolja az utódainak, hogy megtartsák az Isten beszédét és törvényét. Csak hát az, hogy az ember úgy parancsolja meg, most a parancs szót egy kicsit idézőjelbe téve, hogy utána a parancs megtartása is következzen ebből, ahhoz aztán az isteni kegyelem kell. Mert én megparancsolhatok bármit egy felnőtt szabad akarattal bíró következő generáció, csak akkor fogja ezt a parancsot megtartani, ha maga is igaznak érzi. Hát itt kezdődik a dolognak a nehézsége, vagy mondhatnám emberi szempontból tulajdonképpen megoldhatatlansága. Ennek ellenére a szándéknak meg kell lenni, tehát nekünk, akik hívők vagyunk, úgy kell nevelnünk a gyermekeinket, hogy átadjuk nekik az Isten szeretetét, de ahhoz, hogy ez átvevődjön, ahhoz az Isten kegyelme kell, és ahogy látom a gyermekeimnél, hála Istennek, és tényleg őneki a hála, mindezért sikerült, vagy hát ugye befejezetként majd minden ember életéről úgy beszélhetünk, de teljes mértékben bízom benne, hogy ez az ő földi pályáiknak a legvégéig fog tartani, sőt, ők is át tudják majd adni a következő generációnak.
És hát említettük azt korábban, említetted azt korábban, hogy dalszerző és prédikátor vagy, és hát az alkotás jelenleg is zajlik, folyamatosan dolgozol, folyamatosan alkotsz, és a prédikátor ilyen szempontból nem csak a hivatásodat, hanem mondjuk így, hogy a művész nevedet is jelenti. Min dolgozik most a prédikátor? Hát sok minden dolgozom, de szóval valóban alkotok prédikátorként, úgyis, mint művésznév, és úgyis, mint tényleges prédikátor, aki az Isten igét hirdeti. De az előző kérdéssel még visszatérve egy rövid időre, igazságtalan lenne elhallgatnom az én társam, a feleségem, Klári szerepét abban, hogy a gyermekek azért ilyen klassz emberek lettek, mert azért legfőképpen és legtöbbször főleg kisgyermekkorukban ő volt a gyerekekkel, és az a szeretet és álhatatosság és odaszánás, amivel ő a gyerekek gondját viselte, az egy kihagyhatatlan eleme volt az ő fejlődés történetüknek, úgyhogy csak azért mondom, hogy nem szeretném egyedül elvinni a pálmát, főleg egy olyan pálmát, aminek az ültetéséért és öntözéséért a nagyobb részt inkább ő vállalta, de azért valami kis részt én is talán hozzátettem, hála Istennek. A prédikátori alkotási folyamatra pedig visszatérve azt tudom elmondani, hogy azért találom ez a prédikátor név ilyen univerzális használatban, úgyis, mint tényleges prédikátor, vagyis aki az Isten igét hirdeti, és mint egy olyan művész, aki a bibliai gondolatokat ülteti át egy alapvetően kommunikatív, hol könnyű zenei, hol távlati terveim szerint majd ilyen egyszemélyes, one-man show jellegű, szöveges művészeti performance világban. Azért találó ez az elnevezés, mert mind a kettő fedi a prédikátort, csak ugye az egyik esetben a klasszikus jelentéstartalommal bír, vagyis prédikátor az, aki hirdeti a Bibliát, és az embereket hívja Istenhez. De mivel én ebbéli tevékenységemben mindig is foglalkoztam művészettel, ezért bátorkodtam ezt a nevet beletolni, vagy oda citálni a művészeti tevékenységemhez is, mint egyfajta nevesített, célzatos művészet. Persze ezt nem egy alkalmazott művészetként kell értelni, hanem egy szabadon szárnyaló műfajként. És most a tényleges kérdésre válaszolva, hát rengeteg mindent csinálok. Egyrészt most fejeztük be az Amen lemez gyártásának az első szakaszát, az úgynevezett demo felvételekig most jutunk el, amikor már minden dal karakteresen kirajzolódott, fel van véve, és innen fejlesztjük tovább zenei producerekkel a végső stádiumig, a végső formájáig, és remélhetőleg össze fog megjelenni. Ezen kívül több dalt írtam, ezen kívül is, mint prédikátor szóló produkció repertoárjaként, ezen kívül továbbra is írok dalokat a hitgyülekezetének, ebben a karantén időszakban is írtam közös éneklésre Isten dicsérő dalokat, és még más megbízásoknak is, külső megbízásoknak is eleget teszek, szóval nem unatkoztam egy percet sem. Tehát tulajdonképpen párhuzamosan futnak ezek az identitások, vagy hát te magad vagy az olvasztó tégely. És meg egy utolsó kérdés, 5 évvel ezelőtt jelent meg a Fénykor című ámenlemez, amin már szerepelt az Energia című dal. A klip viszont csak most érkezett meg hozzá. Mi volt ennek az oka? Hát talán inkább 4 vagy 3,5 évvel ezelőtt jelent meg a Fénykor, és utána forgattuk le az Energiát, ez már ott van a fiókban ez a klip, és még elárulok, vannak ennél is régebbi klipek a fiókban, amiket ezután fogunk kijönni. Szerintem nem árt egy dolognak, ha érik, ha közben történik vele. Hát most ez nagyon hosszú lenne elmondani, hogy mi minden volt az, ami gátat vetett annak, hogy nem akkor publikáltuk. Most elég legyen annyi, hogy különböző dolgok alakultak át, és mindig úgy volt, hogy nagyon majd most kitesszük, de aztán mégse.
legutóbbi ilyen nekifutás az a karantén időszak elején lett volna, tehát 3 hónappal ezelőtt, akkor már le is volt kötve a publikáció, és hát akkor robbant be az egész dráma, és láttam az adatokat, hogy ennyien halnak meg itt, ott, amott, és akkor mondtam, hogy ez gyorsan most töröljük ezt a publikációs dátumot, mert hát ebben a helyzetben én nem akarok egy ilyen energikus, erőtől duzzadó, vidám hangulatú klippel kijönni. Ugye a Bibliában van egy olyan alapelv, hogy örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal, tehát nem lett volna ízléses ebben az időszakban egy ilyen klippel kijönni. Hála Istennek most azért már elmondható, hogy reményeim szerint azért nagyjából az emberiség leküzdötte, vagy nagy részben maga mögött hagyta ezt a szörnyű időszakot, és ne is térjen vissza soha többé. A betegség, illetve a vírus ne is térjen vissza. Azt viszont kívánom és kívánjuk, hogy te térj vissza minél többet különböző alkotásokkal. Köszönöm a beszélgetést Pajor Tamásnak. Kedves nézőink, a kikötőt látták és hallották. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva találkozunk, addig is kövessék műsorainkat a televízió képernyőjén, valamint YouTube csatornánkon, és olvassanak bennünket a behir.hu-n, valamint a Csabai Mérleg hasábjain. Viszontlátásra! Thank you.